Köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Pásztor Sándor vagyok, önkormányzati képviselő, a ügyrendi és közbiztonsági bizottság elnöke. Több alkalom, több lehetőség és több olyan esemény nyílt meg az elmúlt időszakban, amire úgy gondoltuk, hogy feltétlenül szeretnénk szélesebb nyilvánosságot adni neki. Ezért szerveztük meg ezt a kis összejövetelt. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Fábri István polgármester urat, a Relikőr Kft. Képviselőjét, a 17. kerületi tűzoltóság vezetőjét, Ribai László urat, Ignéci József urat, a Kistarcsai rendőrkapitányság vezetőjét, és Varga Erika úrhölgyet, a Deputizátor Plusz Kft.-nek a vezetőjét, és valamennyi résztvevőt is megjelentek. Röviden elmondanám a programunkat, és utána pár szóval felvezetném ezt a találkozót. Első lépésként néhány mondatot fogok mondani a közeljövőben megalapításra kerülő közbiztonsági közalapítványról. Utána átadom a szót Ribai László úrnak, a 17. kerületi tűzoltóság vezetőjének. Utána Ignéci József úr fog néhány mondatot tájékoztatni minket arról, hogy hogyan alakul Csömör és térségének közbiztonsági helyzete. A következő programpontunk Varga Erika, a defibrillátor használatával és működésével kapcsolatos mondandóját hallgathatjuk meg, és utána láthatunk a készülék működéséről egy bemutatót, valamint megtekinthetjük a teljes harci bevetésre kész Csömöri Tűzoltó Egyesületnek a gépjárművét. Rátérve az első programpontra, hosszú évek óta, kb. 10-12 éve napirendi ponton van az önkormányzatnál egy alapítvány létrehozása, amelynek első és legfontosabb része a Csömör nagyközségben a közbiztonság támogatása. Itt, hogy miért nem jött létre, meg ez most nem érdekes, lényeg az, hogy kicsit hosszú hajózás után a civil önkormányzat úgy gondolta, hogy hát ezt létre kell hozni, támogatásnak kell, támogatási lehetőségeket tudjunk biztosítani. A közbiztonsági közalapítvány fő feladata az lesz, hogy a Csömör közbiztonságát és közlekedés biztonságát támogassa, fejlessze, ötleteket adjon hozzá, támogatókat gyűjtsön, pénzt gyűjtsön, és a meglévő pénzeszközöknek a felhasználásáról pedig természetesen döntsön, hogy milyen fejlesztéseket, milyen támogatásokat szeretne biztosítani a helyi KMB-seknek, a rendőrségnek, a polgárőrségnek, az egyéb hasonló szervezeteknek. Felmerült az az elmúlt időszakban az is, hogy jó néhány vállalkozás, magánszemély szeretné támogatni a rendőrséget, a KMB-t. Sajnos, nem sajnos, de a hatályos törvények alapján nem lehet. Tehát a rendőrséget nem támogathatom én, mint magánszemély. Ez önkormányzaton keresztül lehetséges, vagy olyan alapítványon keresztül, amelynek a fő feladata a közbiztonság és a közlekedés biztonság. Ezen a gondolatmeneten elindulva kezdtük el kidolgozni, megmunkálni ezt az egész alapítványt. Itt egészen jó állapotba kerültünk, de mint köztudott, március 15-ével gyakorlatilag összeomlott az összes cégjog és minden más egyéb, mert átkerült a BTK-ba. Minden megváltozott, az alapítási feltételektől kezdve minden, gyakorlatilag a eddig elvégzett idézőjelben jogász munka, jogi munka, az kutba esett, újra kellett kezdenünk az egészet. És sajnos ez a jogi csűröm csavarom, mert másképp ezt nem lehet mondani, részben megakadályozta azt is, hogy a tegnap esti testületi ülésen le kellett venni a napirendi pontról az alapítvány megalapítását, mert még mindig találta a jogásznő olyan dolgot, és konkrétan nem emlékszem, hogy mit, mert számomra ez kicsit rejtvény, de lényeg az, hogy talált egy olyan dolgot, amivel még mindig nem tudtuk megalapítani a közbiztonsági közalapítványt. Elméletileg a következő testületi ülésen, ami egy hónap múlva várható, ott már megalapításra kerülhet a közbiztonsági közalapítvány a meghatározott célokkal. Ott tartunk, hogy kuratóriumi tagokat kértünk föl, magánszemélyeket, cégek vezetőit,
el is vállalták, úgy néz ki, hogy 7 fős kuratóriummal fog tudni felállni az alapítvány, és az alapítványnak a céljainak elérése érdekében az önkormányzat a 2014-es költségvetésében 1 millió forintos összeget biztosított arra, hogy mint alapító összeg. Ezzel az összeggel tud elindulni az alapítvány, ebben a formában tudjuk létrehozni. Kicsit elkeserítő volt a jogásznőnek a tegnapi mondata, hogy örüljünk, hogyha 6-8 hónapon belül bejegyzik, minimum, tehát ettől frissebben nem. Amíg ez a bejegyzés nem történik meg, sajnos az alapítvány nem tudja elkezdeni a tényleges tevékenységét. Tehát még mindig ott fogunk tartani, hogy hát lesz egy alapítványunk, amikor a cégbíros, vagyis a Pest megyei bíróság azt mondja, hogy rendben, a 15. hiánypótlás beküldése után. Összességében ez egy nagyon fontos dolog, hogy el tudunk indulni, megnyílnak a lehetőségek, cégek, vállalkozások részére az alapítvány támogatására, és az alapítványi céloknak a létrehozása pedig a kurátorokon keresztül a kuratórium feladata lesz, hogy ezt véghez vigye. Amit még nagyon fontos lenne elmondanom, hogy az elmúlt 4 évben rendkívül sokat tett a Csömöri önkormányzat a közlekedés és közbiztonság érdekében. Talán mondhatom azt is, hogy példanélküli az, hogy az első másfél évben már olyan komoly térfigyelő kamerarendszert tudtunk telepíteni Csömörön, ami szinte mondjuk ilyen típusú településen, mint Csömör példanélküli. A legfontosabb része azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy mikor mi ezt elkezdtük, ezt a kameratelepítés utána járását nem kevés munkával, találtunk egy nagyon profi céget, mindig oda lukadtunk ki, tehát ha valakiről szó volt, akkor ők másról oda lukadtunk ki ezeket. És akkor megkezdtük a tárgyalásokat, akkor tudtuk meg, hogy mind a két tulajdonos a csömöri. Ez teljesen véletlen volt, és hát ezt örömmel vettük, de a lényeg az volt, hogy olyan felajánlást kaptunk ettől a cég vezetéstől, hogy ingyenesen megcsinálták a 12 darab kamera komplet kiépítését, központos tud minden estről, amit örömmel használunk gyakorlatilag a mindenki, KMB-sek, polgárőrök, éjszaka, azt hiszem este 10-től reggel 5-ig szolgálatot teljesítenek, személyes szolgálatot, ami azt jelenti, hogy folyamatosan figyelik, közterületfelügyelő is használhatja, és nagyon-nagyon komoly eredményeket értünk el ebben a kérdésben. Volt jelentős hatása is, betörés megakadályozástól kezdődően minden más hasonló bűncselekménynek a elkövetésének megakadályozása, vagy ha megtörtént, akkor a felderítésében nagyon komoly szerepet játszott. Ez mellett még az önkormányzat nagyon fontosnak tartotta a személyes jelenlétet is. Ezzel majdnem egyidejűleg szerződést kötöttünk a Rallycör Biztonsági Szolgálat Kft-vel, akik viszont éjszaka biztosítanak Csömör területén járőr szolgálatot. Nagyon jó funkcionál, a lakosok nagyon nagy része ismeri őket, tudja a telefonszámokat, elérhetőségeket, hívják őket. Tényleg pozitív. Még amit meg szeretnék említeni, hogy ne beszéljek túl sokat, igény merült föl, hogy vásároljon az önkormányzat egy úgynevezett Matrix rendszert, az lefordítva egy rendszámfelismerő kamera, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy fényképezőgép, de azonnali kapcsolatot teremt a országos valamivel, ahol a nem tudom pontosan, ahol a nyilvántartás van, hogy melyik autó, milyen rendszámú, milyen színű, egyebek. Ezt polgárőrség és a helyi KMB használja, talán Fab Zoltán rendőrzászlós KMB-s kollega mondott valamit egy-két hónappal ezelőtt, hogy közel 20 ezer autót ellenőriztek már. Hát itt volt minden. Tehát lopott BMW megtalálásától kezdve lejárt forgalmi, nem fizette az adót, forgalomból kivont, nem stimmel a rendszám, nem stimmel a szín. Tehát minden, ami csak létezik, nagyon komoly hatása van. Látható, érezhető hatása is van ennek a Matrixnak, mert mondhatom bátran, hogy jó néhány gépjármű tulajdonos beballagott a
hivatal adóosztályára, hogy ő tartozik, és ő nem akarja, hogy őt az oliót valahol lefényképezze. Tehát konkrét fizikailag adóbevételi növelő hatása is van, de hát ez csak tévfa volt. Tehát összességében a mostani felállás szerint nagyon sokat tettünk, annak érdekében, hogy a közbiztonság jó legyen, jobb legyen. Megnyílt egy lehetőség körülbelül két hónappal ezelőtt, azt hiszem április 20, vagy március 28-ai határidővel. A belügyminisztérium kiírt egy pályázatot térfigyelő kamera rendszerek bővítésére. Azon is indultunk, oda is beadtuk a pályázatunkat további 10 darab kamera bővítésre. Hát, hogy nyerünk vagy nem, azt nem tudom, de nagyon szeretnénk. Ha jól emlékszem, 85%-os vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni ezen a pályázaton. Az viszont igen komoly. Ez még egy fontos dolog, ez mellett még azt szeretném elmondani két mondatban, hogy ugye megalakult a Csömöri Öte, az önkéntes tűzoltó egyesület, amelynek megalapítását magánszemélyek kezdeményezték, az önkormányzat hozzá odaállt ez mellé, a kezdeményezés mellé, hiszen hát tudjuk, hogy áll ez a helyzet országosan, és már a tavalyi évben is jelentős összeggel támogatta a tűzoltó egyesületnek a működését és a szerv felépítését, valamint eszközbeszerzését az önkormányzat. Ebben az évben is ugyanolyan jelentős összeggel támogatta az önkormányzat az ötét, hogy végre felálljon, működjön, mehessen, és legyenek meg a technikai felszerelései ahhoz, hogy tényleg olyan vonuló egység válhasson belőle, amely adott tűzeset esetén nagyon gyorsan tud reagálni. Még egy mondatot erről. Április 30-án szerdán délelőtt a 8. kerületi tűzoltó parancsnokságon jelen voltam. Igen, azt hiszem akkor volt, jelen voltam, jó magam is. A Varga Ferenc tűzoltó dandár tábornok úr jelenlétében aláírásra került a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Fővárosi Tűzoltóság közötti együttműködési megállapodás, ami azt jelenti, hogy innentről már csak adminisztrációs feladatokat kell ellátni, egy-két kisebb technikai pótlást, és abban a pillanatban megkaphatja az ÖTE az úgynevezett vonulási engedélyt. Köszönöm a segítséget. Vonulási engedélyt, ami azt jelenti, hogy ha bármiféle tűzesemény történik, akkor ők azok, akik helyben azonnali gyors reagálással tudnak majd ezen a területen megjelenni és menteni a menthetőt, és ezzel a mondattal én tisztelettel átadnám a szót Ribai László úrnak, a 17. kerületi tűzoltóság vezetőjének. Köszönöm szépen! Köszönöm az önkormányzatot a felkérést, köszöntöm az önkormányzat képviselőit, meghívott vendégeket. Hát elkezdeni az elejétől, közel másfél évvel ezelőtt kopogtatott az ajtómon Szőke Zoltán úr, hogy meg szeretné alapítani Csömöröte, mint önálló beavatkozó ötének a lehetőségét. Elmondtam a lehetőségeket, és elmondtam azt a lehetőséget, hogy hát nagyon messze vannak attól, hogy még vonulási kötelezettségüknek eleget tudjanak majd tenni. Amit ez alatt a közel másfél év alatt tettek, ez példaértékű. Tehát a fővárosban ilyen nem volt még, hogy ilyen rövid idő alatt ezeknek a hosszadalmas feltételeknek, a személyi és tárgyi feltételeknek eleget tudjanak tenni. Most már a Csömöröte, mint említették az előbb, hogy nagyon rövid időre van ahhoz, hogy be tudjanak avatkozni Csömör nagyközségben, hogy tudják itt is az életet és az emberi életet és a javakat védeni. Tényleg csak apró műszaki megoldások hiányoznak, hírforgalmazás, adatszolgáltatás. A többi résszel pedig már rendelkeznek. Gépjárművük van, felszerelésük van, azon kívül a személyi feltételeknek mind megfelelnek, és a tárgyi feltételeknek is mind megfelelnek. Hát az elmúlt időszakban elég sok tűzeset, műszaki mentés volt Csömörön. A legutóbbi egy garázstűz, amikor egy kettes kiemelt tűznél elsőnek érkeztek ki, ugyan még beavatkozni ugye nem tudtak a feltételek miatt, de elsőnek érkeztek ki. És
megkezdték a munkálatokat, amit meg tudtak tenni. Ők a beavatkozásoknál elsődlegesen fognak nagy valószínűség szerint kiérni, akkor, amikor a szolgálatot tudják teljesíteni. Vállalták, hogy az év felét azt ők szolgálatban fogják tölteni. Tehát a 365 napból durván 181 néhány napot nem teljes egészében, valamikor a nappal, valamikor éjszaka, valamikor pedig hétvégén fogják teljesíteni ezeket az időket. Csömöröte példaértékű, még egyszer el kell mondanom, azt, amit tett, mert ilyen rövid idő alatt még senki nem tudott ilyen magasságokig felfejlődni. Ehhez kellett természetesen az önkormányzatnak a segítsége, kellett egy olyan vezető, aki ezt mind összefogja, és természetesen kellett a anyagi támogatás, hogy ezt meg tudják valósítani. Ezúttal köszönöm a Csömör önkormányzatának, hogy támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, hiszen így a lakosoknak néhány perccel előbb fognak kiérkezni az elsődleges beavatkozók, akik fognak tudni segíteni a beavatkozásoknál. Természetesen, amíg nem önállóan beavatkozók lesznek, addig a hivatásos erők fognak jönni ki és segíteni. Ez természetesen nem az van, hogyha ők önállóak lesznek, akkor saját magukra fogjuk őket hagyni, hanem amennyiben segítségre lesz szükségük a hivatásos erőknek, a segítségére, akkor természetesen akkor ki fogunk jönni, ugyanúgy riasztásszerűen közel 13 perc alatt itt tudunk lenni. Ezt az időt tudják ők lerövidíteni, ha a szolgálatban vannak, akkor néhány percre le tudják rövidíteni, 4-5 percre jól tudom, le tudják rövidíteni ezt az időt. Ők vannak itt elsődlegesen, ők vannak elsődlegesen, akik tudnak segíteni, és hát kívánok nekik jó egészséget és kevés munkát a Tűzoltóság Berkei Önkéntes Tűzoltó Egyesületben. Amennyiben kérdésük van és tudok rá válaszolni, akkor kérem tegyék fel kérdéseiket és akkor válaszolok. Amennyiben... Igen? Egy kérdésem lenne, hogyha már működik ez a Tűzoltó Egyesület vonulásszerűen, hogy akkor bevethető-e a más tűzoltó egységeknek? Vagy csak Csömörre? Én úgy tudom, hogy a Csömör önkéntes tűzoltó egyesület a Csömör városát szeretné nagyközséget, jól tudom, mert nagyközséget szeretné védeni. Tehát elsődlegesen csak ez lesz a működési körülete. Tehát csak Csömörön fognak működni. Természetesen, hogyha későbbiekben vállalnak nagyobb feladatot, akkor lehetőség lesz rá, de elsődlegesen a megállapodásban Csömör az ő működési körzetük, és őt fognak működni. Megfelelő volt a válaszom? Köszönöm. Esetleg még valaki, aki? Hát akkor köszönöm a megtisztelő figyelmet, és akkor... Köszönöm szépen a tájékoztatást. Annyit még el szeretném mondani, véletlenül kimaradt, hogy természetesen nem csak a Csömör Nagyközség önkormányzata nyújtott anyagi segítséget ehhez a Tűzoltó Egyesület elindításához és a gépjármű megvásárlásához. Jelentős támogatást kapott az Egyesület magánszemélytől is, akinek a segítségével egészen nehezen indultak volna el. Ezt fontos kiegészítésnek tartom. Természetesen, ahogy Ribai László úr mondta, ha bárkinek bármilyen kérdése van, azt arra szívesen. És ezzel egyidejűleg felkérem Ignéci József urat, a Kiscsarcsai Rendőrkapitányság Őrparancsnokát, hogy mondjon nekünk néhány mondatot a közbiztonságról. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm képviselőt, és bocsássanak meg, de úgy néz ki, hogy az agglomeráció bűnözőjének az árka az utolért, hogy most egy kicsit nehéz helyzetben vagyok. Mikor megkaptam ezt a felmérést, vagy felkérést erre az előadásra, vagy jobban erre a pár perces prezentációra, akkor nagyon megörültem neki, mert végre lehet egy olyan alkalom, amikor őszintén és tiszta szívvel tudunk olyan eredményekről, olyan mutatókról, olyan számokról beszámolni, ami nem csak a térségben élőknek, hanem a mi szívünket is megdobogtatják. Ugye tudni kell arról, hogy a Kiscsarcsa rendőrös, Gödöllő rendőrkapitányság önálló osztályjogállású rendőrösébe tartozik. Ennek a rendőrösnek a működési területe
104,4 négyzetkilométer a területünkön, összesen 5 település található, az 5 település lakosainak mintegy 42 ezer fő lakosa van. A 42 ezer fő lakos az nem merül ki ennyiben, hanem az agglomerációban lévő ideiglenesen, illetve illegálisan, illetve nem bejelentette lakosszáma, mintegy kvázi 2703 ezer fő, úgyhogy gyakorlatilag ennek az osztályjogállású ellenőrösnek 41 ezer négyzetkilométeren, vagy bocsánat, 44 ezer főt kell 104 négyzetkilométeren óvnia és védenie. Aki picit belegondol ebbe kérdhetesen, az látja, hogy ezek valami irgalmatlan nagy számok, tehát a terület, illetve a létszámok függvényében van mit csinálnunk. A rendőrkapitányság agglomerációban, Budapest agglomerációjába tartozik. Ez egy áldás és egy átok is egyben. Vannak olyan objektumaink, vannak olyan területi sajátosságaink, ami az országban egyedülálló. Miénk többek között a Hungaroring, az Aquaréna, illetve olyan bevásárlóközpontok, itt a Csömörjósnára gondolok, amely annyi munkát adnak, ami én úgy gondolom, hogy többi rendőrösnél nem jelentkezik, illetve még a, hogy lehet így fogalmazom, az anyakapitányság életében is egy elég súlyos és egy elég markáns problémával találkozunk. Ezen kívül három budapesti kerülettel vagyunk határosak, illetve Gödöllő, Pécze, valamint Fót településekkel. Ebből is látszik, hogy nagyon nagy a településnek, illetve ezen belül a rendőrös illetékességi területének az átmenő forgalma, ami magával hozza a bűnözés, magával hozza azoknak a jogsértő cselekményeknek a realizálását, amelyeket akár lokálisan nem lehetne tapasztalni, hogyha nem lenne akkor az átmenő forgalmunk. Én nem vagyok a számok embere, de muszáj egy pár számról itt ezen a fórumon beszélni. A rendőrös illetékességi területén elkövetett bűncselekmények megosztása és alakulása. Aki figyelmesen és mérehatóan nézi ezeket a számokat, az megdöbbenve tapasztalhatja azt, hogy a bűncselekmények ezer lakosra vetített számaránya, az kiegyenlítés nem mutat az illetékességi területünkön, az 22-től egészen 28 bűncselekmény per ezer főre kerül kivetítésre. Amiben viszont mindenképpen magyarázatra szorulunk, az Csömör vonatkozásában a területnek, nézzék meg a nagyságát, második legnagyobb területtel bír az agglomerációnak az öt települése után, tehát Magyaródot követően, lakosság száma második, bocsánat, harmadik legtöbb, illetve elkövetett bűncselekmények száma az 211. Aki ezt először látja, az talán elgondolkozik benne, hogy akár itt kérem, hogy minden napra juthat egy bűncselekmény, tehát ennyire nem vagyunk biztonságban. Azonban vele kell gondolni abban, hogy az irányító számunk megegyezik már, mint Csömöri, a környezetében tartozó bevásárlóközponttal, ipari létesítményekkel. Amint ott egy jogsértő magatartást elkövetnek, egy bűncselekmény realizálódik, az rögtön ebben a pillanatban Csömörnek a statisztikáját fogja rontani. Én úgy gondolom, hogy köztünk maradjon az, és nem fogok ezzel államtitkot elárulni, hogy körülbelül az elkövetett bűncselekmények 60, ismétlen magamat 60%-át adják a bevásárlóközpontok. Ha ezeket a számokat ezekből a főmutatókból levonjuk, akkor már rögtön egy kiegyensúlyozott képet kapunk, és rögtön láthatjuk, hogy Csömör besorakozott már elnézést a kifejezésért megtartsa mögé. Tehát kevesebb bűncselekmény realizálódik Csömörön, mint az egyébként lakosság számban fele annyi megtart sem. Szintén látszanak itt. Azért tettem ezt a szájbet ebbe a diába, hogy Pásztor úrnak a felvezetőjére visszautalva, a 2012-13 évben elkezdődött kameraprojekttel lássuk azt, hogy hogyan csökkentek azok a mutatók, amelyeket bűncselekmény adatoknak hívunk. Hogyha megnézik Csömörnek az adatait, 254-ről 115-re. Tehát amit az előbb említettem, ez a OSAN kivételével elkövetett bűncselekmények, tehát 254-ről 115-re. Kevesebb, mint a felére estek vissza az elkövetett bűncselekmények. Ilyen marginális változást én úgy gondolom, hogy a térség nem tud felmutatni, és emellett, hogyha egy picit még megnézik a többi oszlopot, akkor én úgy gondolom, hogy a többi önkormányzatnak ebben a tekintetben van mit gondolkodnia, és van hova lépnie, hiszen nagyon jó úton halad ebben a bűnmegelőzési dologban csinálni. Hogyha már a bűncselekményi adatoknál járunk, akkor nem kérkedésként, de szeretném önöknek elmondani azt, hogy milyen számadatokkal és milyen intézkedési mutatókkal dolgozik ez a rendőrös. Látják az adatokban, hogy a rendőrkapitányságon elkövető, vagyis a rendőrkapitányság által tett intézkedések közül a tavalyi évről 2012 és 2013 között 38-ról 76 főre emeltük az elfogásoknak a számát.
ekkora emelkedés a többi rendőrös ebben a szegmensben nem tudott felmutatni, valakinek még csökkenése is van. Az előállítások adatai már ennyire tényes képet nem fog mutatni, az 15-tel növekedett, azonban a további évekre visszanézve ez egy elég kiegyensúlyozott és egy elég mutatós, elég beszédes képet ad. Ha megnézzük a 140, mert hiszen csak a adatai közül ez az, ami igazából minket érdekel. 140 előállítási adat egy évben. Ez, hogyha ha belegondolunk, ez minden másnapra jut egy előállításunk. De ismétlen magamat nem vezetünk erről statisztikai adatokat, ennek a 30%-át adja azosan. És ezt tudni kell róla, hogy nálunk egy előállítási procedúra az nem egy 5 perces dolog, addig ugye nincs járőr a térségben, addig kivonjuk a körzeti megbízottat a működésből. És ki ez a törvény alatt, hogy szabad így fogalmazni, és akkor szerintem maradjon közöttünk. De nagyon sok időt és energiát elveszettől. Jelenlegi hadafogható létszámunk az 21 fő. A 21 fő az látják, hogy áll egy fő parancsnokból, egy fő parancsnok helyettesből, akit megtisztelt ebben mutatnék önöknek, hiszen ebben a formátumban még nem találkoztak Pintéri Nagy Zsuzsanna főnagyasszonnya, illetve áll 2 fő nyomozóból, 6 fő körzeti megbízottból, és látják a járőröket és járővezetőket. Jelen pillanatban 9 fő próbaidős tanulóban működik a rendőrös, akik rotációs rendszerben nagy iskolában vannak vagy dolgoznak, de az ő hiányunkat mindenképpen meg fogjuk érezni. És akkor én nagyon nagy tisztelettel megköszönöm azt a pár percet, amit rám szántak, és biztosították nekem ezt a lehetőséget, és természetesen én is, mint ahogy az úr, állok nagy tisztelettel a kérdéseik elében. Köszönöm szépen Ignéci úrnak, rendőrőr nagy úrnak a kimerítő tájékoztatást. Egy mondatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Történt 2012-ben is egy olyan esemény az önkormányzat és a település életében, ami eddig soha nem volt. Konkrétan az, hogy az önkormányzat vásárolt a helyi KMV-sek részére egy járőrautót, amit kicsit nagyképűen mondhatjuk azt, hogy a Csömör település életében először van saját, idézőjelben saját rendőrautónk, ami szolgálatot teljesít a településen, és ez is hozzásegít ahhoz, hogy őrnagy úr által elmondott statisztikai adatok pozitív irányba fordultak, tehát kevesebb a bűnözés. Nagyon szépen köszönöm, ha kérdés lenne, akkor természetesen szívesen várjuk, és a következő pontként tisztelettel kérném Varga Erika, a Defibrillátor Plusz Kft. Ügyvezetőjét. Én köszöntöm mindenkit. Ugye megtartottunk egy oktatást az újraélesztés kapcsán. Ja, bizonyára tudják a tévékből, hogy nagyon rossz Magyarországra eső statisztika a hirtelen szívmegállást illetően. És abban a szerencsében van részük, hogy az imént említett önkéntes tűzoltók részesültek ebben az oktatásban, és már fel lettek szerelve egy defibrillátorra, aminek a használatát mindjárt megmutatjuk. Ugye viszonyára tudják, hogy a hirtelen szívmegállás ez egy olyan dolog, hogyha a mentő 10 perc alatt ki is ér, hogyha nem volt ott egy ember, aki azonnal megkezdte az életmentést, akkor szinte a túlélési esélye az illetőnek nulla. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél több személy ki legyen képezve. Egyébként az imént említett, hogy a hálózatban is vannak a képzett emberek, és most február 28-án volt is egy sikeres életmentés, egy 40 éves férfi, a harmadik infarktusát kapta, és gyakorlatilag sikerült őt megmenteni, ezt az egyik médiában le is adták, ezt a biztonsági felvétel. A kolléganyom segítségével bemutatnánk akkor a készülék működését, és akkor aki ott volt az oktatásunkban, kérjük, hogy akkor jöjjenek ki egy 2 perces gyakorlatra, amikor majd jelezzük. Jó, tehát ugye mi történik akkor, hogyha látunk valakit, aki eszméletlen, és ugye látszólag nem történt semmi. Felmérjük, hogy biztos, hogy eszméletlen. Jó napot, minden rendben? Nem válaszol, segítséget kiáltunk. Segítség! És ellenőrizzük a légzését. Tízig hangosan számolunk, és közben folyamatosan figyeljük a mellkasát. Hogyha nem láttuk, hogy lélegzik, akkor ugye megkezdjük az életmentést. Szegcsont alsó harmadába betesszük a tenyérélünket, és elkezdjük nyomni a mellkast. Természetesen a mentőhívása a legfontosabb, ezért az egyért vagyunk elmarasztalhatóak, hogyha ezt nem tesszük meg. Azzal, hogy nyomjuk a mellkast, azzal a
szívnek a pumpa funkcióját biztosítjuk kívülről, tehát ugyanúgy, mint bármelyik pumpa, vagy lenyomjuk és visszahúzzuk. Nem csak az a fontos, hogy megfelelőképpen lenyomjuk, hanem megfelelőképpen fel is engedjük a mártost. Ezáltal ugye mi biztosítjuk az illető vérkeringését. Épp ezért ugye defibrillátornak hívjuk majd a segédeszközt, nem újraélesztő készüléknek, hiszen ugye a képzett kollégák nélkül semmire nem mennének a készülékkel kizárólag. Ugye hívtuk a segítséget, illetve meg is érkezik a defibrillátor. A defibrillátor így néz ki. Levesszük a fedelét, benne van a 4-szer használatos elektróda. Mindjárt egy szimulátor segítségével bemutatjuk, hogy hogy működik. Ugye első lépés, hogy bekapcsoljuk a készüléket, utána kibontjuk az elektródát. Így bekapcsolom a készüléket, Zoltán segít nekem felhelyezni ezt. ARD készülék rendben. Felnőtt elektródák. Őrizze meg a nyugalmát. Ellenőrizze a beteg eszméletét. Hívjon segítséget. Biztosítson szabad légutakat. Ellenőrizze a légzést. Helyezze fel az elektródákat. Ne érjen a beteghez. Ritmus analízis folyik. Ne érjen a beteghez, ritmus analízis folyik. Sok leadása nem javasolt. Kezdje meg az újraélesztést. És akkor elkezdjük nyomni a mellkast, ezt fogja értékelni. Ha nem jól nyomom, nyomja le a mellkast erősen. Akkor figyelmeztet a készülék. Megfelelő mellkast. Akkor el tudom. Megkészült, lehet. Igen. Köszönöm. Elköszönöm. Jó, és akkor kérek mindenkit, aki részt vett az oktatásunkon, lehet, hogy pár ember jöjjön ki egy pillanatra, és akkor... Mehet tovább a pin, és akkor innen megérkezik. Átadom. Jó, lehet. Ha nem szól semmit a készülék, az azt jelenti, hogy a kollégák teljesen tökéletesen nyomják a mákost. Köszönjük szépen a segítséget! Van-e valami kérdés a készülékkel, illetve az újraélesztéssel kapcsolatban? Valakinek kérdése? Igen? Vagy? Nagyon jó kérdés, köszönjük szépen! Ugyan 5 évente változik az újraélesztési protokoll, az amerikai és az európai is. A 2010-es szerint már nem olyan fontos a légbefúvás, hiszen azzal, hogy rendesen nyomjuk a mellkast, azzal elfogjuk mi a vérkeringés által annyi oxigén az agyig, ami szükséges ahhoz, hogy a mentő kiérkezéséig az illető ne szenvedje nagy károsodást. Igen? Milyen kérdésem, mert ha mondjuk valaki hívja mentőt, akkor hogyan jön fel az információ a kiképzett személyekhez? Tehát eljut-e az információ, hogy mondjuk itt Csömörön valakit újra kell éleszteni? Ez egy jó kérdés, tudom el, ez szerintem az egy megoldandó feladat, hogy ez legyen meg. Ugye a 104-et hívjuk, akkor most már dolgoznak azon, hogy le legyen adva, hogy hol van defibrillátor. Ha a 112-t hívják, akkor amennyiben az információ eljutott hozzájuk, hogy itt vannak kiképzett emberek, akkor meg lesz, igen. Szózzáfűzik valamit, hogy előleg a Fülei Újságban az Önkormányzati Jóvoltából megjelent az, hogy defibrillátor készülékkel rendelkezünk, illetve megjelent egy 24 órás diszpécser szám, ahogy Relikör biztosítja a diszpécsert, ahogy a beszél veled szól, és akkor lehet jelezni, hogy defibrillátor készülékre van szükség, és akkor a járőr mindenképpen neki fog indulni a képzett emberrel, és akkor a helyszínen el fogja dönteni, és el fogja kezdeni az újraélesztést, és ugye közben a mentőt az persze hívni kell, mert ugye nem értesített defibrillátor készülék a mentő. Csak az a lényeg, hogy van, nem a 104 fog minket hívni, vagy nem a rendőrs, vagy a mentők, hanem van az újság által nagyon jelentett egy diszpécser szám, illetve a járőrszám, és mindenképpen ugye neki fog indulni. A relik járőrautóban van egyébként elhelyezve a defibrillátor készülék, a relik járőrök is ki vannak ennek a használatára képezve, úgyhogy már amikor kiértek, ugye pár percen belül el tudják kezdeni a használatát. Szívesen.
Jó, aki szeretné egyébként nyugodtan kipróbálhatja a mellkastomást, hogyha van valami bátor önként jelentkező, valaki? Inkább most próbálják ki, mint éles helyzetben. Jó, akkor Szőke Zoltánon keresztül természetesen elérnek minket, hogyha információra van szükség, és köszönjük szépen a figyelmet. Még nem, csak még van egy... Annyira nem kényelmes az az, hogy lépjük. Ez nem is erről szó.